és a mai videóban Szlovákiába fogunk menni. Egészen pontosan Pozsonyba fogunk menni. Amikor a határhoz értünk, csak úgy átmentünk, mivel mind a két ország EU-s, és itt nincs határellenőrzés, majd bementünk egy benzinkútra. Finom, érződik a menta. Matta. Nem? Szerintem ez a menta akar lenni. Ja, igen, menta. Aztán bementünk a hotelba, elintéztük a papírmunkát, és kaptunk egy kártyát, amivel beálltunk a garázsba. A lift ott van egész a falnál, szóval most oda megyünk. Aztán pihentünk egyet a szálláson, és elmentünk megnézni a pozsonyi várat. Útközben megálltunk egyet fotózkodni, és mentünk szélsebességgel a várhoz. Amikor odaértünk, azt tűnt fel, hogy milyen fehérek a várfalak, és amikor bementünk, eszméletlenül rendezett volt a kert. Aztán bementünk a városba, és volt egy zenész, amire apa azt hitte egy zenegép. Most jön a kedvenc részem, mert elmentünk enni! Hát itt minden van, gyerekek. És meg is hozták az italokat. Thank you. És itt azt láthatjátok, ahogy megkóstolom. Sorry, you asked me, what is it, kamsik? It's this. Stuffed with pork meat and yogurt herb dressing. What's the different of these? Is it three different? Ezután pedig megérkezett a kaján. Azt, ami a felszolgálás. Nagyon jól néz ki. Szokásos én, mindenbe belenyúlok, és miután megvacsoráztunk, útnak indultunk város nézni. Ettünk egy fagyit is, és sétáltunk a városba. Aztán elindultunk haza, és képzeljétek el, a GPS szerint mentünk, ugyebár, és a buszsáv fele akart vinni, amerre személyautónak behajtani tilos, és mi azt hittük, hogy akkor ott kéne menni. De pedig arra nem lehet, de mi behajtottunk, aztán visszajöttünk, és így eltévedtünk, de azért tudtuk, hogy merre kell menni, szóval egy jó 20 percet köröztünk, és végül hazaértünk. Na és bemutatom nektek, hol laktunk, itt az előtér, itt le tudtál vetközni, és akkor itt a fürdőszoba, hello, sziasztok, itt egy WC, meg egy fürdőkád, és akkor itt a bőröndöm, és akkor itt volt ez az én szobám, itt ilyen tévé, meg mindenféle, itt aludtam, ez volt az én ágyam, ott egy szék, ott egy kép, és ha itt bemegyünk, itt a másik szoba. És igazából ennyi volt, amit bemutattam, és most lementünk reggelizni, nagyon finom volt a reggeli, úgymond svéd asztal volt, lehetett választani, hogy mit reggelizel, és kértünk ilyen tojásos tálat, de ezt mindjárt látjátok. Az én kajám egy gofri, meg egy ilyen karika. És meg is ettük, nagyon finom volt, és egyébként így néz ki a hely. Na és most rakom el a cuccaimat, ezeket viszem a kocsiba, és ezeket pakoltam a bőröndbe. És ami elmaradhatatlan, az a szuvenír. Mi mindig, ha valahova megyünk, mindig hozunk valami szuvenírt. Aztán be is pakoltunk, és útnak indultunk haza. Ácsi, ácsi, ácsi. Ugye most nem hittétek azt, hogy hazamegyünk egy chillez zene alatt? Nem, átmentünk Ausztriába. De nem így. És itt láthatjátok a reakciómat, ahogy megérkeztünk. Ausztriába vagyunk? Tehát nincs is határ. Ez elég gyerekes reakció volt. Na de menjünk tovább. Thank you.
falun átmentünk, de végül odaértünk Bécsbe. Végül kicsit el is eredt az eső. De legalább odaértünk. Hát nagyon esik. Most jött a neheze, hogy parkolóházat kellett találnunk, de közben mellette csodaszép színű házak mellett mentünk el, amibe belerondított egy nagy busz, köszönöm szépen, de utána még látszott. Aztán nagy nehezen találtunk egy parkolóházat, és el is állt az eső. De amíg kerestük a parkolóházat, egy nagyon szép épülettel találkoztunk, aki tudja mi a neve, írja meg kommentbe. És itt a parkolóház, egyébként apa egy kicsit belemutogatott, de ez mindegy, meg is vettük a jegyünket, és leparkoltunk. És ez a város szintén olyan gyönyörű volt, mint Pozsony. Ausztriában is város néztünk, és dél körül elmentünk ebédelni, de arról majd később. Egy kis érdekesség, Ausztriában az Aldi Hoffer. Ausztriában láttunk több színes zebrát is, és megérkeztünk a híres főutcához is. És volt egy hatalmas édességbolt, ahova mindenképp be kellett mennünk. Micsoda illatok vannak, úristen! És maga az egész hely fantasztikus volt, és persze nem bírtuk ki, hogy ne vegyünk valamit, vettünk is, íme. És tovább már nem mentünk, mert nagyon hosszú volt ez a főutca, hanem visszafordultunk ebédelni. Most beültünk egy ilyen kajáldába, ha kioszták a kaját, akkor megmutatom nektek is. De egyébként ilyen a kilátás innen. És itt is van. Hú, de jól néz ki. És még pár villamost is láttunk. Aztán megindultunk haza, azaz Magyarországra. És egyébként itt ebédeltünk, csak belejött egy motoros, de mindegy. És ezután már nem nagyon videóztam, mivel végig autópályán mentünk. Szóval ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!